A válogatott EB-selejtező miatti kéthetes szünetben sem tétlenkedik csapatunk, ugyanis a szlovákiai Dunaszerdahely alakulatát fogadta a Bozsik stadionban. A két gárda dolgát nem könnyítette meg, hogy a találkozót orkán erejű szélben rendezték. Helyzetek mindkét kapu előtt adódtak, a vendégek azonban sokkal jobban sáfárkodtak velük. Főleg Brászen, aki duplázni tudott, így csapata 2-0-ás győzelemnek örülhetett. Hogy érzed, ez a csapat miben kerekedett fölétek? Mindenképpen abban, hogy berúgta a helyzeteit, hisz jó magamnak is volt, és még amikor én még a pályán voltam, akkor is volt két-három olyan lehetőségünk, amit illet volna berúgnunk, vagy hogyha kihasználjuk, akkor fordítva is lehetett volna ez a mérkőzés. Egy fizikálisan egy erős csapat volt, ugye szlovák első osztályú csapat volt. Másban úgy érzem, hogy annyira nem sikerült felén kerekedniük. Itt az NB1-ben is megállna a helyét ez a szlovák csapat? Szerintem megállna a helyét, szerintem egy masszív középcsapat lehetne. Ugye most két hetes szünet közepén vagyunk, a válogatott miatt jól jött most nektek ez a szünet? Hát olyan szempontból jó, hogy ugye a jövő hétvégén egy nagyon, hát úgymond rangadó vár ránk a haladás ellen, amire több időnk van felkészülni. Ezt a hetet eléggé megnyomtuk, fáradtabbak voltak a játékosok, vagy fáradtabbak voltunk mi. Szerintem eredményes hétvégénk lesz, hogyha folytatjuk ezt a munkát. A jövő vasárnapi mérkőzésen már most a fejünkben már erre a mérkőzésre is úgy készültünk, hogy ez egy felvezető mérkőzés a vasárnapi mérkőzésnek. Próbáltunk pontrugásokat gyakorolni erre a mérkőzésre, vagy ezen a mérkőzésen gyakorolni a pontrugásokat a haladás elleni mérkőzésre, meg a mester is úgy készített fel minket, hogy nem lehet félváróvágni ezt a meccset sem. A haladás elleni mérkőzést jövő vasárnap délután 16:30-tól rendezik Szombathelyen.